Az életben minden nap mindig minden változik. Alattunk, felettünk, mellettünk és körülöttünk. Válaszok az életről az életben vannak. Mindenkinek a sajátjában, saját kis világában. A mai témánk... Az én számomra a szabadság, hát hogyha egy szóval ki lehetne ezt fejezni, mit gondolok róla, ez szerintem a szabad akarat. Tehát szabad akaratot, hogy az ember úgy gondolja, tehát a gondolatát ki tudja fejezni, és úgy cselekedjen, ahogy ő akar. Természetesen ez bizonyos keretek között. Tehát a szabad akarat, tehát hogyha én magyar nyelven akarok megszólalni, akkor én magyar nyelven tudjak megszólalni. És hogy én fel tudjam vállalni a saját véleményemet, ne rányomják a véleményét, másnak a véleményét. Magyarként be tudunk jönni Beregszázba, magyar szóval ki tudjuk fejezni azokat a dolgokat, amelyeket gondolunk. Eljövünk például a piacra, meg tudunk szólalni, találkozunk emberekkel, magyarul tudunk velük beszélni. Ez nagyon-nagyon fontos. Szabadság nekem az annyit jelent, hogy szabadon gondolkodhatom, szabadon élhetem, és szabadon valósíthatom meg a saját ötleteimet elsősorban. Én szerintem a szabadság azért a legtöbb embernek ugyanazt jelenti. A mai napon ugye elsősorban azt a fajta szabadságot ünnepeljük, amit a 48-as hősök próbáltak kiharcolni nekünk magyarok számára. Az élet szabadságával kapcsolatban meg csak annyit tudok mondani, hogy az ember, ha nem szabad bármilyen téren, az nem lehet életnek nevezni. Az élet maga egy szabadság. Én úgy gondolom, hogy minden ember szabadnak született. Az egy más kérdés, hogy aztán kinek hogy alakul a sorsa. A szabadság szerintem nagyon sok mindenen múlik. Ugye sokszor az embernek a tudat alatt is kötve vannak a gondolatai. Meghatározzák a média, a tévében, amit hall, és nem is gondol arra, hogy szabadon nem is tud már gondolkodni a mai világban, mert teljesen meghatározó az, hogy milyen közegben nőtt fel. Tehát sokszor néha ki kell szabadulni a közegből, hogy az ember szabadon tudjon függetlenül a mai dolgainktól gondolkodni. Nagyon sok függ attól, hogy a mai Ukrajnában például, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Az emberek a szabadságot sokféleképpen mérik. Én így gondolom, én így látom. És sajnos nagyon sokan úgy látják, hogy ez pénzfüggő, pedig nem igaz. Minden ember szabadnak születik, ha belül azt érzi, akkor az is marad. Csak az emberek sokan úgy gondolják, hogy az pénzfüggő a szabadság, és ez helytelen. Míg ezen nem változtatnak, nem lesznek soha szabadok. Mindig valakit függni fognak. Tehát az ember számára a szabadságot ugyanaz jelenti, mint jelentette több száz évvel ezelőtt is. Ugyanúgy a őseink az 1848-49-es forradalomban harcoltak azért, hogy függetlenek legyenek, szabadak legyenek, meghallgassák a véleményüket, figyelembe vegyék ezt. Én úgy gondolom, ma is ugyanezt jelenti, és ez az egyik legfontosabb egy demokratikusan felépülő államban, hogy ezt betartsák. Legyen mindenkinek véleménye, legyen figyelembe véve, mint ember, hát és vegyék figyelembe tehát természetesen véleményét. Téma le van zárva.